sziasztok, Siriusok! Ó, micsoda időzítés! Hello, sziasztok, Siriusok! Ez pedig nem más, mint a csütörtök esti stream, amiben egy fantasztikus hírem van, megjött az új adapter a kamerához. Lopergés, de nem jó. Nem jó az áram, tehát a kiadott áram jó, a csatlakozói nem jók, ami nem baj, ez várható volt. Utolsó alkalommal, amikor ehhez a kamerához kerestem meg fel adaptert, akkor is tök sokat kellett rendelnem. A kettő között annyi a különbség, hogy azóta drágábbak lettek, szóval nem fog tök sokat rendelni, hanem az a terv, hogy a törött adapternek a végét, vagy hát valahol valószínűleg ott, elvágom és ráforrasztom az új adapternek a kábelére. És ez nem majd jó lesz. Mert az van, hogy egyébként ezek így ránézésre nem iszonyatosan mások, de közben nagyon specifikus belső méreteik vannak. Mindjárt megmutatom, várjatok. Akartam mondani, hogy milyen fantasztikus, hogy már elvesztettem az új adaptert. Szóval ez a nem jó. És ugye ez a jó. És a külső méretük jó, a belső méretük nem jó. Az új adapterhez pedig ekkora méretű már nincs, hogy igen, ja, ez nyilván elég más, csak csak az van, hogy ez szóval ezt vásárlásnál értitek, ez nagyon nehéz szűrni, hogy pontosan milyen méretek vannak, illetve hogy pontosan milyen méretek kellenek nekem. Azt tudom, hogy régen tudtam, hogy mekkora méretek kellenek a kamerának, és ez a másik, amit tudok, hogy most már nem tudom. De ez nem baj egyébként, mert az új adapternek a feje sem tetszik. Mármint, hogy ez a csatlakozási rendszer, ahogy ugye cserélgetni lehet a fejeket, az annak a megoldása sem tetszik, szóval az a helyzet, hogy nagyon gondolkoztam, hogy akkor is lecserélném a vérbe, hogyha egyébként jó lenne. Mert a másik az egybe van cserébe. That's that. Közben, oh wow, kaptunk egy raidet Szirmaitól. Ő nem? A menetrendje szerint nem később streamel ennél? Ámin, nekem úgy rémlik, hogy ő neki még nem kéne itt lennie, meg a nézőinek sem. Amit nem is vettem észre, szóval be good, I guess. Ez a chat dolog. Ez most egy ideiglenes dizájn, srácok, és abból is a rosszabb fajta. Ugyanis tönkrement a kameraadapter, amiről éppen beszélgettünk. Most jól elküldted őket? Nem, azt mondtam, hogy úgy emlékszem, hogy 6-tól 8-ig volt megadva a program, amikor kirakta Instagramra, hogy mi lesz a program. És ez nem 8. Ami értitek, jelentheti akár azt is, hogy ennyi, no, történt valami rossz. És az meg rossz, szóval remélhetőleg nem. Ma 16 és 18 között voltunk, megy premierre. Akkor lehet, hogy csak rosszul láttam. Lehet, hogy igazából a hiba az én készülékemben van, legyünk őszinték. Oké, ettől függetlenül viszont nagyon-nagyon szépen, oh boy, ajándékszabok mennek. Azt nagyon-nagyon szépen köszönöm, és nagyon-nagyon kedves tőled, de sajnos ez nem... Azt valamiért mostában nem veszi föl az erre használt rendszerem, az úgy döntött, hogy az ajándékszabokat bizony nem fogja felvenni. Miért venné fel? Nyilvánvalóan. No. Most a másik rendszer se látja. Jó van akkor. Nagyon szépen köszönöm, srácok, mindenkinek a szabokat. Majd amikor a technológia úgy dönt, akkor majd a technológia úgy dönt. Viszont ettől függetlenül nagyon-nagyon szépen köszönöm Dobisan a szabot. Nagyon király vagy. A 11. hónap összesen valószínűleg. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon király vagy. Iznod, nagyon szépen köszönöm a 40 hónapot. Nagyon király vagy. Kamilasszi, köszi szépen a 20 hónapot.
Gergőnek még egyszer nagyon szépen köszönöm a raidet, Kenviki nagyon szépen köszönöm a 15 hónapot, Lovag nagyon szépen köszönöm, hogy Your Second Wife-unak ajándékoztál egy szabot, nagyon király vagy, Ufócska köszönöm szépen a 26 hónapot, Parti Nikó köszönöm szépen a 100, Csirt, Biggie Kábetyár köszönöm szépen a 46 hónapot, K. Gergő köszönöm szépen a 10 hónapot. Szóval srácok, ez a mai stream, egyezzünk meg abban, hogy fura videójátékkal fog telni, legalábbis egy része. Ugyanis nem tudom, hogy mennyi benne a content. A történet az, hogy Jani szempály, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 10 hónapot, nagyon-nagyon király vagy. Szóval a történet emögött az az, hogy békésen fogyasztottam a short contentemet YouTube-on, mikor is megjelent egy csávó, aki egy démonnal orosz rulettezett egy shotgunnal. Egyébként itt szeretném beilleszteni, hogy az orosz rulettezés egy shotgunnal műfajba hatalmas bizalom kell ahhoz, hogy megbíz abban. Én ezeket a szabokat nem látom, srácok. Itt mi történik? Valaki bedobott valami ajándékszabot? Csak eltitkolja előlem a rendszer? Ez történt, ugye? Eltitkolja előlem a rendszer. Adjad át, amit tudsz, számítógép. Összvisz 25 perces a játék, de többször is játszható és egész fun. Vezmord, nagyon-nagyon szépen köszönöm az ajándékszabokat, nagyon-nagyon király vagy. Runnernek, meg, ezt nem fogom tudni, Piapu Ágyikónak, meg Helloboy HD, Hun HD-nek, meg, szóval nagyon-nagyon szépen köszönöm Vezmord, nagyon-nagyon király vagy. Köszönöm szépen, és az előtte lévő ajándékszabokat is nagyon-nagyon szépen köszönöm. Akárki is küldött, akármit, akárkinek. A rendszer nem az én oldalamon van. Ti látjátok, én nem látom. Na szóval, hogy nem tudom, hogy mennyire hosszú, mennyi content van benne, mennyit szeretném újra játszani. Szóval értitek, ezek mind kérdések, amik majd kiderülnek. Nyilvánvalóan, hogyha nem streamelnék YouTube-ra, akkor sokkal nyugodtabb lennék azzal az ötlettel kapcsolatban, hogy majd játékot váltunk közben. Mert ugye nyilván YouTube-ra egy kicsit nehéz játékot váltani közben, az nem az a műfaj, amiben ez iszonyatosan egyszerűen megtehető. De nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy ha úgy érezzük, hogy játékot kell váltani, akkor játékot váltunk. És akkor már nyilván értitek, megbeszéljük, hogy mire. Vagy valami ilyesmi. That's it. A játék! Egy nagyon csúnya videójátékról van szó, ahol shotgunos orosz rulettet kell játszunk egy démonnal szembe. És 20 perc után mi lesz a kövi játék? Bizakodóak vagytok tik az én teljesítményemmel és mentális képességeimmel kapcsolatban. Oké? Okay? Egyezzünk meg abban, hogy az lehet, hogy több lesz, mint 20 perc. No. Szerintem most jelenleg nincs egyébként... Itt lehet bármi másra is interaktálni? Jelenleg nincsen... tényleg a Tusztus zenéteket halljátok tik is. Azt hiszem itt jó lesz. Elmegyünk a kedvesen dohányzó, partit néző úriember mellett, mert ugye nyilvánvalóan ez egy olyan hely, ahol így jó lenni. Tehát, hogy így ezen az ajtón egyébként bemennék, ezen az ajtón, ha így bemegyek és valaki elém rak egy papírlapot, akkor ezt a papírlapot aláírnám. Főleg, hogyha egy ilyen szuper szexi billentyűzettel tehetem egyébként ezt. Biztos vagyok benne, odafirkantanám a nevemet, persze mi lehet a legrosszabb, ami történik, és aztán pedig pislognék, mint hal a szatyorban. Vicces, az ennek kiteszi a játék 50%-ának élvezeti faktorát, hát akkor adok rá egy kis... Oh shit, nem néztem a golyókat! Ez még a tutoriál, ugye? Ami azt jelenti, hogy egy éles és kettő... blank. Vaktöltény van benne, ugye? Ugye ez mindig ugyanaz, mert ezt megcsináltam már. Egy éles és kettő vak. Oké.
Oké, okay, jó. Ez már történt. És azt hiszem... Oké, okay, van egy teóriám, srácok. Az a teóriám, hogy ezen a ponton nekünk meg kell halnunk, hogy megtanuljuk azt, hogyha fejbe lőjük magunkat egy shotgunnal, akkor meghalunk. Amiként nem igaz, mert csak egy életet vesztünk. De ha leírjuk, hogy milyen történet van, az backseat? Nem, mert megnézhettem volna. Oké, szóval vagy éles van benne, vagy blank. Nagyobb esély van arra, hogy blank legyen. Abban az esetben, ha blanket lövök a saját arcomra, akkor utána kihagy a dealer egy kört, eldönthetem, hogy a dealert lövöm, vagy saját magamat. Mi van akkor, ha a dealert lövöm meg blankkel? Ez nem blank volt. Ha esetleg valakiben felvetődött volna a kérdés. Jó, hát haver, innentől hatalmas matematikai képességek kellenek ahhoz, hogy kiderüld. Kitaláld azt, hogy vajon mi lehet még a fegyverben? Yes, de oké, okay, három éles, kettő blank. Oké. Okay. És te kezdesz, de hát ez fantasztikus. Ja nem, csak betöltöd. Általam nem ismert módon betölti. Értitek? Tehát, hogy az, akivel lövöldözzük egymást arcon, az tölti be a töltényeket egy általam nem ismert módon. És csináljunk úgy, mintha általa sem lenne. Oké, tehát akkor három éles, kettő blank. Nem nagyon jó lenni, így sem, úgy sem. Akkor a mázdi kategóriát kimaxoltuk mára. Én szerintem ez lesz ennél rosszabb. El, haver! Ez nem volt a te napod, I guess! Nem kell diszkók mögött bujkálni és embereknek shotgunokkal játékokat szervezni. Ez gyors volt. Let's make it... Oké, okay. Érdekesebbé tesszük a dolgokat, srácok. Egy diszkó hátsó... Mi is diszkó? Mi az Isten ez? Technoparty hátsó termében bujkálva shotgunnal lőjük magunkat fejbe, úgyhogy az egyikünk tudja, hogy milyen sorrendben rakja be a golyókat, és ezt most izgalmasabbá tesszük. What is that? Oké, okay, ez egy kés. Ó, oh, ja, ezek meg ilyen mindenféle ilyen extra eszközök, amiket használhatunk arra. Szóval ő, azt tudom, hogy a... egy éles és egy blank. Szóval azt tudom, hogy a nagyítóval meg tudja nézni, hogy mi van benne. A bilincset rám tudja rakni. Ami azt jelenti, hogy most, mivel két golyó van összesen, ezért nem azt csináljuk, hogy rárakjuk a bilincset az úriemberre, és belelőjük mind a kettőt. Oké, okay, nem kellett volna a bilincs feltétlenül, de hogy értitek alapvetően, most akkor beléd lövöm a követ. Éj, nem áll jól a fogsora, de kinek állna jól a fogsora, ha fejbe lőnénk egy shotgunnal? Lehet, hogy használnunk kellett volna a kést is, mert az meg elméletileg dupla sebzést ad. Oké, okay, nem vagyok benne biztos. A fűrész dupla sebzést ad. Mi mást adna a kés? Valamit csinál. Oké, okay, az energiaitalról nem tudom, mit csinál. At all. Oké, okay, ezt akkor... hogy lehet így választani, hogy mit akarunk elrakni. A sör. Jaj, bocsánat, hogy leenergiaitaloztam a sört. Jobban illett a parti hangulatához. Oké, okay, szóval, kettő éles, kettő nem éles. Sajnos nincsen bilincsünk. Nyilvánvalóan meg tudjuk nézni. De lehet, hogy nem kellett volna ellőnünk rögtön az a hely. Hoppá. A szíves. Ó, ez egy fűrész! Csak fura! Fura fűrész! Na haver, arra gondoltam, hogy how about... Puk! Kettő éles, egy vak. Nem kettő éles, kettő vak? Ó, visszamanifesztálódott a csövepe, hogyne persze. Azt megnézed te is mi? Hát nyilván megnézed, haver. Very interesting, hát nyilván megnézed. Én is mindjárt, én... Oda bilincselek, én is mindjárt a... Miért bilincseltél meg?
Ah, boy. Oh, boy. Ez nem nagyon jó, ami történik. Ez nagyon fog fájni. Oké, semmi baj, mert nem halunk meg igazán. Csak egy ki... Ah, két HP van ráadásul! Oké, mit csinál vajon a sör? Emlékszik valaki arra, hogy milyen lőszerekkel indultunk? Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos része ennek a játéknak, hogy kezdek arra, hogy milyen lőszer... Ez visszamegy egy idő után? Nem? 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 Jó, akkor mindegy. Ó, oh, oké. Okay. 3 éles, 2 vak. Ezt most fontos lenne megjegyeznünk. 3 éles, 2 vak. Mit csinál a sör? Ó, oh, kiszedi a következő lőszert. Ó, oh, rá is írja. Rack the shotgun and rounds on last shell. Nézd, mi lehet a legrosszabb, ami történik? Van benne egy lőszer? Nincs benne egy lőszer! Ez baj! Persze, szívjál el egy cigit, haver. Újra kell építeni az egész... Ó, oh, a cigi ad egy HP-t! My man! Nem kedvelsz engem, ugye? Nem. Oké, okay, milyen előnyei vannak pontosan annak, hogyha kiszedjük a következő lőszert? Get up, Sirius! The night is young! Ja, hát ez a night, ez youngnak tűnik. Jó, akkor ez nem sikerült! For your information, IRL a cigi nem ad plusz egy HP-t. Srácok, ez egy nagyon-nagyon fontos tanulsága lenne. Szeretnék lenézni a partiba. Kicsit láttam, ahogy ott így értitek. My man, hát hello, hát milyen szép még a mosolyod. Megáll az ész. Oké, van még egy lehetőségem nem újra kezdeni az egészet, jól értem? Nyilvánvalóan tegyük el a bilincset, a parti stílusához illik. Tegyük el azt a cigit, te meg, neked meg csak cigid van. Neked másod sincsen, haver, csak cigid. Jó, akkor ez volt az, amikor ráadtuk a hacacárét, megkértük, hogy fogjad már meg ezt a bilincset, légy szíves, és aztán fejbe lőttük. És aztán fejbe lőttük megint. Csak jobban. Most így hatékonyabban fejbe lőttük. Nem kell logikát keresni a játékban, de arcba lőnek a defibrillátor utána, mit segít? Hát az élet nagy kérdése, itt teszed fel. Nem azt mondom, remek. Mert mint hogy ne, persze. Oh, nice. Milyen szép takaros nagyító az. Oké, tehát akkor 2 éles, 2 blank, neki van egy halom cigije. De el tudja szívni a cigit, ha megöljük a vérbe? Meg tudjuk-e ölni a vérbe? Nem tudjuk megölni a vérbe. Van-e értelme nem megnézni azonnal, hogy mi a cucc ott? Ezen nincs kint a family friendly. Well, nézd, ez alapvetően egy karácsonyi családi játék. Ugye? Csak... nem az a fajta... Tehát, hogy nem az feltétlenül. Oké, okay, szóval, elment egy éles, akkor van egy élesünk, van 2 blankünk. Miért jó levegni a csövet? Megduplázza a sebzést. Nem egy HP-t üt le a shotgun közvetlenül az arcodba, hanem 2-t. Hogy rágyógyítottál minden? A popódba helyezzed fel azt, kérlek szépen. Csicska. Oké, semmi baj, ez lehetett volna sokkal rosszabb is. Ez nem jelent semmi mást, mint azt, hogy én ezt most lefűrészelem, mert azt hiszem kijött minden blank. Vagy rosszul emlékszem. Rosszul emlékszem. Emlékeztek, amikor azt mondtátok, hogy ez 20 perc lesz? Ez nem 20 perc lesz. Ez
Ez nem 20 perc lesz. Ó, Istenem, és az a baj, hogy oké, akkor 3 éles, 2 blank. Persze, én meg bízom benned, haver. Oké, nem tudunk semmit csinálni. Minimális esélyünk van arra, hogy blank az eleje, mert nem minimális, de hogy kisebb. Mert ugye 3 van az egyikből. Van-e itt valami olyan, amit tudunk csinálni, ami így segítene nekünk ebben ténylegesen? 66% esélye blank. I don't think so. Ugye 2 blank van, 3 éles. Kettőötöd esélye, hogy blank. Igen. Jó lesz az inkább 40-nek. Igen, 40 lesz az. Oké, akkor kockáztatunk, értitek? Kockáztatunk. Mi lehet a legrosszabb, ami történik? Elmegy egy fűrészünk, lol. Ez nem megy sehova ez a fűrész! Nagyszerű, így kell bánni egy fűrészszel. Szerintem 100% hogy blank. Kockáztatunk, mert eddig is be... Hagyd már azt a nyavajás bilincset! Jézus! Hagyjad a bilincset! Várjál, rám rakta a bilincset, akkor még 4 van. Abból 2 blank, 2 éles, kilövi mint... Miért magadra? Nincs több... Blank. Ő nem okos, ugye? Yet again, miért lenne okos, amikor egy nyavajás technoparti hátsó termében vezet egy shotgun szakkört? No more defibrillators. Ajajajajajajaj. De hát ő töltötte be, de nem figyelt. Na, srácok, most jön itt a nagyon rossz rész. Rárakjuk az extra dolgokat az extra dolgokra. Elvetted volna az itemeimet, ha lettek volna. 4 itemet kapunk. Oké. Nagyon jó. Hát még cigit is kapunk. Egy de sok HP. Oké, tehát akkor 2 blank, 1 normális lőszer. Haver, neked nincsen semmi másod, csak söröd. Oké. Imádom egyébként, hogy a nagyító úgy működik, hogy eltöröd és belevágod az asztalba. Oké. Azt akartam mondani, hogy... Olyan furák az életek ott, mintha meglennének... Mégszor ennyire ciginek még nem örült szerintem. Szerintem se. Na haver, igyad! Nem emlékszem, hogy milyen lőszerekkel indultunk. Help! 2 blank maradt. Akkor most kijött 2 blank. Ami azt jelenti, hogy most nincs blank. Ó, ja, hogy úgy érted, a 2 blank maradtad, hogy nem maradt több lőszer. Emlékeztek, amikor Viktor figyelt a videójátékra? Most már nem nagyon. Oké. Meg kell jegyezni. Oh, 4 darab éles, 3 darab blank. 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 That's an éles. Mondanám, hogy szerencsét, hogy 4 darab éles, 3 darab blank. Oké, akkor 1 éles, akkor 3 darab éles, 3 darab blank. Nem 4-4? Lehet, hogy 4-4. Who knows? Ez már sosem fog kiderülni. Oké, akkor most már 8 lőszer van, nem 7. Ebben az esetben számít. Akkor 4-4, most már 3-4. Are you ready? What? Why? Hey, démon, my friend! Hát nem csalunk! Hát teszed le a sörödet, ketté! Oké, akkor 3-3. Mi történt a démon életével?
Nagyon, vajon mi lehet a megfelelő? Vajon mit láthatott a nagyítójával? Egy lövés is meghal. Mert hogy ő? Oké, akkor 3-2. Country road, take me home to the place. Volt ott még hely egy HP-nak, ugye? Where I belong, West Virginia. Na 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 na. Ha. Kockáztattunk, vesztettünk. Oké, okay, hogyan jövünk következőre? Várjátok, hol tartunk? 2 éles, 3 blank? Talán, valami ilyesmi. Mennyit segítene, ha figyelnék? Egy éles van még, ami azt jelenti, hogy most már... Az egy éles van még? Azt azelőtt írtad, hogy kipattintottam egy élest? Vagy azután írtad? Nincs éles. Nagyszerű. Srácok, akinek nincs esze, legyen notes csetje. Well, akkor ebben az esetben én... Mi értelme van ennek, hogy megeszem mindet magamba? Mennyire vicces lett volna, ha elszámolod, és mégis csak van benne egy éles? Én ettől nekem most nagyobb lett a péniszem? Mint annak már sokkal nagyobb, nem kell lennie, nem erről van szó, de hogy általánosságban. Oké, okay, ez egy kényelmes mennyiségű sör. Oké, okay, 3 éles, 2 blank. Miért is iszak én most sört? 3 éles, 1 blank. Meg tudom inni az összes söremet? Lőj rá! Rálövök be! Hogy ne! Hogy ne lőnék rá! Remek! Melyik volt? Oké, okay, akkor nincs benne blank! Nézd meg nagyítóval, haver! Nincs benne blank! Let me tell you! Nincs benne blank! Persze, 2 HP, te vagy már 2 HP, hát... Olyan maflást kapsz, hogy... Na... Hagyjad vissza a sörömet, helyett a cigimet, mert most sörre nincs szükség. Cigire van szükség. Cigiből egy kicsit többre is van szükség. Look at that doboz! Hú, egyesével kell kipattintani, hát nyilván. Oh, look at that money! Kaptunk pénzt! Kaptunk pénzt! És a shotgun-t is elvihetjük! Hát ez egy win-win! Jó stream volt! Na, hát akkor a viszontlátásra. Shots fired, 17. Shells ejected, 36. $64,350. Ahol nem mondod, hogy utólag kifizetteted velem a sört. Klasszi. Meg vagy halva, de azért kifizetteted velem a nyomajás sört.
Oké, ebben az esetben azt fogjuk csinálni, srácok, hogy mindegy, elérkeztünk a videójáték végéhez, hogy ezt megcsináljuk még egyszer. És aztán majd kitaláljuk, hogy Mizu. A God névvel próbáld. Valami belsős info? Aztán mély a buzálás? Hát igen, lehet, hogy aztán az lesz. Viszont akkor ez a stream nem a mostani voltból fog felkerülni, hanem fel kell darabolnom először. Igen, egyébként a végén, szia Timi, a végén kirépett, és aztán... Ez a játék nem túl nehéz egyébként, ha az én mentális képességeimmel is meg tudja nyerni valaki. Oké, akkor azt mondtátok, hogy úgy próbáljuk meg, hogy... Nem lehet God névvel megpróbálni. Jó, mert a chat segít. Oké, tudjátok, mint most a következő körben, ne segítsen a chat egyáltalán. Mit is akartam én beírni a saját nevemet? Úgy. Oké, első kör. Easy peasy. Kettő blank, egy éles. Kettő blank, egy éles. Fókusz, Viktor. Fókusz. Berakod, persze, egy általad nem ismert sorban, amit egyébként amúgy nem hinnék el, de az előző körben lévő teljesítményed alapján simán elhinném. That was fun! That was not, I mean that was fun! Oké, szóval akkor kiment egy blank, kiment egy éles, ami azt jelenti, hogy... hogy ez egy blank. Nem vagyok sokkolva. Három éles, kettő blank. Oké. Hogy ne berakod random sorrendbe, igen, ezt már mondta haver, és csak azért hiszem el, mert vesztettél, de lehet, hogy csak azért veszt... Nem kapunk semmit. Ez benne volt. Akkor három éles, egy blank. Nem áll jól a szélánk. Csicska! Életem! Jézus Isten! Milyen kis barátságos pofi van az új bajtársadnak? Ja, igen, ez egy ilyen... Ezt milyen jó lenne online nyomni? Gofri, mennyire átkozottul cool lenne ez online? Mintha ez nem Pure Luck lett volna, úgy nevet rajta. Te vagy már a Pure Luck! Ez abszolút all skill volt. Oké, ez egy picit luck volt, picit pure luck, de hogy all skill, mint azt említettem. Eddig jobban megy neki, mint velünk. Hát haver. Van egy hírem a haláloddal kapcsolatban. Vicces lett volna, benézem a színét, ugye? Ja, vicces lett volna. Shotgunnal? Nem véletlenül nem szoktak shotgunnal játszani ilyet, ugye? Nem szoktak semmivel. Szia, Uivi! Esélyt nem adnék neked, köbben, mint annóban. Valószínűleg pont úgy, mint annóban. Ahol egyébként Uivi már elvesztette a mérkőzést, csak még nem tud róla. Viszont van új egy szabálymódosítási javaslatom, és abszolút meg tudom támogatni. Kettő live, kettő blank. Aj, remélem, nagyon-nagyon remélem, hogy bilincsel a kezeden jössz vissza. Na azért, nem véletlenül tettem rád a vasat. Ezt hozzá kell tenni, hogy nem véletlenül tettem rád a vasat.
Szóval, hogy az a szabálymódosítási javaslatom, Újvi, hogy mi lenne, ha nem vásárolnánk egymástól, egymás szigetein részvényt at all. Alá tudom támasztani, de nem most fogom ezt megtenni, mert mint említettem, a shotgun szakkörös holdarc az... Oh god, megnézted, ugye? Szóval, hogy ő most vele éppen nagyon kom... Fú, nem állnak jól a dolgok! Na, add ide azt a cigit. Teljesen elvesztettem már megint azt, hogy hogy állunk lőszerrel. Ente farkas, kösz szépen a rédet. Tényleg elfelejtettem, hogy állunk. Ez nem jó. Most, most megint... hogy elfogyott. Well, ez lehetett volna sokkal rosszabb is. Nagyítót adjál már, hát ne legyél már ennyire irigy. Oké, három éles, kettő blank. Három éles, kettő blank. Csak figyelni kell. Csak figyelni kell, Viktor. Nem olyan nagyon nehéz. Nyilvánvalóan azt nem csináljuk, hogy... Bár ennek technikailag volt esélye. Stay focus. Három éles, kettő blank. Kettő éles, kettő blank. Ez pure luck, ha sikerül. De eddig jók vagyunk. Kettő éles, egy blank. De milyen blank volt az? Oké, három éles. Van egy... Ó, meghaltunk. Mit nézed meg? Very interesting, yeah, that's for sure. Very, very, very interesting. Na, lőjél szépen fejbe, aztán menjünk tovább. Menjünk vissza zenélni! A dupla sebző blank. Akkora blank volt. Szereljed vissza a shotgunnak a csövét, mielőtt még jó, ameddig még jó kedvemben vagyok. Jó, lőd belém azt is nyilván. Én is beléd lőném a fordított helyzetben. Well, az a lőszer az ott lehetett volna, értitek? Az ott lehetett volna ennél jobb. Na, úgy. Kend a hajadra a bilincsedet. Oké, okay, egy bilincs. Még egy bilincs, de ez fantasztikus. Három éles, három blank. Ez egy ilyen megjegyezni való dolog. Ja, azt, ha lennél szíves felhelyezni, és aztán pedig békésen tűrni, hogy fejbe lőlek sokszor. Oké, okay, egyszer biztosan. Oké, okay, egy-egy HP-s látszok, szép az élet, nem kell semmi más csinálnom, csak... Szerencsésnek lennem, csak szerencsésnek lennem kellett volna. Hold up! Wait a minute! That's the spirit. That's not the spirit. That's the spirit! Haver, volt még cuccod! Miért nem használtad? Ó, oh, mert csak fűrészed volt. Oké, okay, akkor értem, miért nem használtad. Bár egyébként, ha egy HP-n vagy, meg én is egy HP-n vagyok, akkor igazából fejbe lőheted magad dupla sebzéssel. Mi lehet a legrosszabb? Már a démon nem okos. Megint megjön, srácok, a furcsa gép. Megint megjön a furcsa gép. Na és akkor most nagyon komolyan veszük a dolgot, mert szuper közel vagyunk a győzelemhez. Ami probléma, mert 3,5 másodperce játszunk. Oké, én hiszek abban, hogy lesz itt valami hasznos. Nagyszerű. Ha akarsz, lehetsz te a dealer. Hogyan lehetek én a dealer? Meg mit jelent? Hogy én vagyok a dealer? Ó, Jézus Isten, mennyi nagyítója van! Azt hiszem, nem hagyhatjuk lőni!
Nem emlékszem a történyekre. Ne írjátok meg, mert ez csalás lenne. Tételezzük fel, hogy 3 éles és 2 blank. Tételezzük fel, mi lehet a legrosszabb, ami történik. Azt tedd vissza. Akkor ne tedd vissza. Ez nem volt egy jó ötlet. Ez egy nagyon rossz ötlet volt. 4 van benne! Oh god! That's great! Oké, 2 éles, 2 blank! Oké, 4 éles, 4 blank. Easy. 4 éles, 4 blank. Az a blank. Oké. 3 éles. Nem, 4 éles. 3 blank. Négy éles, 3 éles. 3 blank? Oh god. Who the heck knows? Oké, okay, egyel kevesebb éles. Egyel kevesebb blank. Nem kellett volna felvennem a shotgunt, rá kellett volna raknom a izét, de lehet, hogy ezt nem tudtam volna rárakni. Oké, okay, azt hiszem nagy bajban vagyunk. Ó, még nem vagyunk nagy bajban, de nagy bajban vagyunk. Azt hiszem nagy bajban vagyunk. Ja, szívjed ezt a cigit, haver arc. Leginkább azért vagyunk nagy bajban, mert halvány elképzelésem sincs, mi van a lőszerekkel. Én is szeretném ilyen egy mozdulattal megcsinálni egyébként. Vajon mi lehet benne szerintetek? Na haver, te jössz megint, mert... belenézel megint, megint egy dupla sebzés, azt itt vérzek el az asztalodnál. Azt hogy magyarázod meg édesanyádnak? Hogy magyarázod meg az én édesanyámnak? Hogy magyarázod meg bárkinek? Szerintem lehet, hogy sebzés van benne. G-boy, I am no good. Szerintem nincs anyukája, biztos vagyok benne, hogy van anyukája. Ezt az arcot valakinek szeretnie kell. Are you ready? No. No, not at all. Ó, most az én HP-mat vágja el. Az azt jelenti, hogy most én sem tudom már, hogy hány HP-m van. Jó, hát nincs más hátra, mint előre. Olyan halandó módon vágja el ezt a shotgunt. Ilyenkor a cigi nem használ. Nincs is. Szóval minden a legnagyobb rendben van. Oké, okay, erre szükségünk lesz. Erre szükségünk lesz. Erre nem lesz szükségünk. Remek. Akartam is mondani. 3 éres, 2 blank! Csak követnem kell az eseményeket. Minden rendben lesz. Oké, okay, az ott éles. Biztos, hogy nem használ a... biztos nem használ a ciki. Ha így elszívom, attól nem lesz, nem tudom, jobb valakinek. Nem... cool. Tételezzük fel, hogy használ a cigi. Jó, én azt akarom hinni, hogy használ a cigi. A következő alkalommal, amikor arcon lő minket, majd akkor fog kiderülni az, hogy valójában tényleg használ-e a cigi.
Hello, my man! What's up? Nagyon sok a látócuccod, meg a fűrészed, meg a... Very interesting, ebben biztos vagyok, haver. Eltörsz még egy... Na, azt a... Péniszed le, ha krokkolnád inkább. Good job. Good job. Nice. Keep up the good work. A következőt is, ha a következőre is ráharapnál. Oké, mindegy, akkor csak nézd meg. Miért el magadat lőni? Kimarad a másiknak egy köre? Ha blank a köre, ha blank a cuccod, akkor kimarad a másiknak egy köre. Oj, mate, I wouldn't do that. Na. Oké, semmi baj. De baj. Lehet, hogy tényleg nem működik a cigi. Szerintem ez nem sikerült. Oké, akkor ez azt jelenti, hogy egy-egy. Best of 3-at játszunk. Best of 3-at játszunk. Full RNG a játék. Te vagy már full RNG? Egyébként az. Oké, akkor rúgjad be a kaput, aztán menjünk vissza partikázni, hogy aztán megint játszhassunk a drogos démonnal. Megoldom nélkületek, pont ugyanolyan fantasztikusan, mint most. Olyan jól fog menni, mint most. Hiányzik a chat? Aztán biztos, hogy nem. Arra, hogy Máté, ez elég garomba volt. Cigi arra jó, hogy híleljen, de hát itt nem nagyon hílelt a végén. Hogyha hílelt volna, akkor nem haltam volna meg. Oké, what? I better not see you again. Miért innen indulunk? Én nem akarok innen indulni. Az elejéről akarok indulni. Ez így nem lesz BO3. Olyan fura lenne ez így. Nyilván a világ összes HP-ja. Oké, 2 blank, 1 izé. Easy peasy. Betárazza ügyesen a kis Tom és Jerry helyett Mickey Mouse-os kesztyűjében. Oké, we good. Nem slow mode, de közel olyan jó képviselt. Wow! Wow! Megmaradt egy csomó cuccunk, látjátok? Ezt később. Star Wolf, köszi szépen a 16 hónapot, nagyon-nagyon király vagy. Ezt, Jézus ereje. Ne adjál egy nagyítót se, tényleg. Oké, 4-4. Ne adjál egy nagyítót se, haver. Miért is adnál nagyítót? Hát, Jézus ereje. Miért adnál nagyítót? Szóval, Mizus? Jól van, köszi szépen. Ennek semmi értelme nem volt. Így már van. Így lett értelme. Azt nem mondom, hogy volt eddig is értelme. Pont most söröztünk egyébként a hétvégén. Szia, Szeti! Hát mi a helyzet, Szeti? Hogy vagy? Ilyenkor valljátok be, hogy egy kicsit úgy nézek ki, mint aki tudja, mit csinál. Nem azt mondom, hogy... Hogy amúgy tudom, de erről szó sincs, csak valljátok be, hogy ilyenkor úgy nézek ki, mint aki tudja, hogy mit csinál. Oké, tehát kiment egy blank,
Kiment egy éles. Szerintem kiment kettő blank. De elfelejtettem számolni. Úgyhogy egy dolgot tudunk tenni. A matek checks out. Ha egy dolgot tudunk tenni, egy dolgot tudunk tenni. Srácok, when in doubt, húzd meg a ravaszt. Kész, ennyi. Are you ready? No. No. Még fordíthatsz magad ellen. Oh, még fordíthatok egyébként. Haver, ki az a csicska, aki kipörgeti, meg megnézi? Jézus ereje. Very interesting. Ez egy elég rossz suicide hotline motto lenne. Ó, Jézus Isten, tényleg ez az lenne. Ez az lenne. Erre a kérdésre egy képpel válaszolnék neked, Viktor, DC-n küldöm. Oké. Okay. Oké, okay, egy HP-d van, haver arc. Ne, ez... Nem érdekelnek a hülyeségeid, ugyanis veled ellentétben én dohányzom. Ez egy tényleg nem egy gyerekbarát stream. Nem, ez tényleg nem egy gyerekbarát stream. I don't think so. Jó, tudjátok mi a helyzet? Hogy nem emlékszem, hogy mi van a shotgunban. Szerintem azért égetettek két cigit, hogy biztos, hogy legyen helye az új itemeknek. Oké, egy blank esett ki. Tudjátok, hogy igazából ez a játék miről szól? Szóval ez a játék nem is arról szól, hogy hogy tudtok, legalábbis a streamelése. Ennek a játéknak a streamelése az nem arról szól, hogy hogy tudjátok számolni a dolgokat, vagy hogyan tudjátok követni az eseményeket, hogyan tudjátok taktikázni az itemeket. Ez a játék, ennek a játéknak a streamelése egyetlen egy dologról szól, hogy mennyire tűntök magabiztosnak, miután összejött valami. Véletlenül. Én 8 éves vagyok. Ez egy jó hír. Good to know. Jó, ez nem volt, az a helyzet, hogy ez nem volt innen igazságos. Még ez sem volt 100%-os. Mi a 100%-os egyébként? Jézus Isten, kevesebb pénzt kerestünk, mint az előbb. Ó, hogy ennek a játéknak az a lényeg, hogy minden több pénzt keres. Oké, egyébként mondjuk azért 62.975 dollárral ellennék. Na jó van, fussunk neki még egyszer. Ez lesz az utolsó, és akkor utána megyünk valami mást játszani, jó? Én azt hiszem, hogy most már találkoztunk azzal, ami ennek a játéknak a tartalma. Kevesebb eszközből kell nyerni. I don't wanna do that. És addig meg találjátok ki, hogy mit játszunk utána. Verekedjetek. Ó, oh, szia Gige! Szerbusztok, kedves Gige nézők! Ami itt történik, azt abszolút meg tudom magyarázni. Viszont szeretnék elhatárolódni a játék bizonyos üzeneteitől. Ezeket felsorolni túl hosszú lenne. Úgyhogy tételezzük fel, hogy rátok bízom, és feltételezzük azt, hogy elhatárolódok mindentől, ami nem családbarát. Ami azt jelenti, hogy az egész játéktól. Ha nem tudod megmagyarázni, akkor kár belekezdeni a magyarázatba. Yes. Yes. Szóval ő itt a kedves barátunk. Aki
vel kapcsolatban ilyen furcsa szerződéseket kötünk. Őról azt kell tudni, hogy valószínűleg nem itt lakik, ide csak dolgozni jár. Amit megállapítottunk már, hogy ő egy szakkört vezet. Ez egy szerencsejáték szakkör. Shotgun alapú szerencsejáték szakkör. Ahol... ahol játszunk. És azt nem tudom, hogy ő mit nyer abban az esetben, ha én meghalok. Hogy összinte egyek, ezt tényleg nem tudom. Oké, okay, volt esélyem, hogy ne így történjen. Ő az a barát, akivel anyu nem enged lemenni játszani. Ő az a barát, akivel anyu gyerekkorában nem engedett lemenni játszani. És ide jutott. Kapta halt. Igen, ez nem egy... ez nem volt egy jó döntés. Volt, amikor már bejött, volt, amikor a vesédet, mert végül is a vesémet kaphatja, mert az arcom az, amit szétlövök egy shotgunnal. Jó, haver, már tudjuk a szabályokat, nem kell leírnod újra. Azt csinálom a videójátékkal, amit nem csináltam még... hát hogy ne? Oké, okay, akkor ez három éles, egy darab blank. Nekünk nem jó most lenni, ugye? Nem, nekünk most nem jó lenni. Ez nem volt az én köröm! De semmi baj, egyet se féljetek, srácok, ugyanis fiatal még az este. Ugye, mint tudjuk, mehetünk vissza, megpróbálni újra. Nem neked kedvez a matek. A matek. Nem lenne nagyon jó deal egyébként matekra hivatkozni akkor, ha vesztek. Nem. Matekra hivatkozni akkor, ha nyerek. És RNG-re akkor, ha vesztek, ugye? 2-2? Igen, nekem az az érzés, hogy 2-2. De ebből az én egyik győzelmem most csak ilyen fél győzelem. Nézd, haver! Az a helyzet, hogy itt a jelenlegi szituációban egyetlen egy potenciális döntéshelyzetem van. Na, ez most matek. Az előző RNG volt, de ez most matek. Oké, okay, igazából csak szerencse volt az egész. Az egész. Oké, okay, szóval 2-1. 2-3. Hogy lett ebből 2-1? 2-3. A második az éles. Nem? Itt nincs? Nincs semmi eszköz? Itt mi a... Honnan jön a taktika? Hogyha nagyobb esély van arra, hogy éles legyen, akkor őt lövöm. Ha nagyobb esély van, 2-2. Ha nagyobb esély van, a 2-1-1-1-3. Az a 2-2. Hú, haver, ez egy hülye döntés volt. De nem annyira hülye döntés egyébként. Na, gimme. Careful now. Na, tedd le azt a shotgunt, hadd lőjelek arcon, mert ha jól emlékszem, nincs benne több blank. Lehet, hogy rosszul emlékszem. Nem emlékszem nagyon rosszul. Lehet, hogy rosszul emlékszem, de nem jött ki, hogy rosszul emlékszem. És nem derült ki. Jövő héten lesz valóságszámítás vizsgám, úgyhogy most arra készülök itt. Igen, ez egy valószínűségszámítás szakkör. Arra, igen. Most ezt most újra átgondoltuk, hogy ez a szakkör micsoda. Mindig újra fogalmazzuk egyébként. A lényeg az, hogy összejárjunk és jól érezzük magunkat együtt. Egy nagyítót adjál már, haver! Hát ne mondd már, hogy... nagyon viszket a kezem. Nem jött be. Adjál még pár fá, pár fűrészt. Hát hogy ne, én is adnék még egy pár fűrészt. Jó, van fűrészünk. We got the fűrészes. Oké, 2-2.
Kalkulécid. Fűrészed le, mert annyi fűrészem, hogy Dunát lehet vele rekeszteni, haver. Ennek nem kellett volna egyébként feltétlenül lőszernek lennie. Csak mondom, na használd azt a nagyítót, aztán... Megjövök és Viktor arcon lőtte magát. Érdekes egy játék lesz ez. Hát ez egy ilyen videójáték. Oké, ebben már szerintem csak egy blank van. Ebben már csak egy blank van szerintem. Ja, ebben már... Szerintetek kapunk még fűrészeket? Oh! Oh, na náhogy kapunk még fűrészeket! Oké, okay, 3 éles, 2 blank. Neki van nagyítója, nekünk nincs nagyítónk, de van fűrészünk. Nagyon pici az esélye annak, hogy ez bejöjjön. De tudjátok, minek nagyon pici még az esélye, hogy elfogjanak a fűrészeink. Haver, van még fűrész. Van ott, ahonnan ez jött. Van ott, ahonnan ez jött. Arcodat adjad ide inkább. És még mindig van egy fűrészünk, csak mondom. De sajnos emlékeink arra, hogy hogy állnak a lőszerek, gondolom kijött egy izé, blank, meg kijött egy... És akkor szerintem 3, 2, 2, 1. 2, 1, tük... Nagyítódat meg... Very interesting. Yeah, that's for sure. Na, 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 na. Oké, okay, ez várható volt. Na, 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 beszéltünk már erről. Nem beszéltünk erről, vagy hát beszéltünk erről, csak... careful now. Ha az emlékeim nem csalnak, az emlékeim csalnak. Na, adjál fűrészt még! Egy nagyító. Megáll az ész. Oké, okay. 3-3. Easy peasy. 3-3, srácok. Először is. What? Nagyon hülye döntés volt, de bejött, szóval, you know. Tudod, hogy megy ez? Miért? Miért ne? Miért ne? Right, the final showdown. Hozzáadja az ollót a géphez. A scandam, nem showdown, de nem számít. Ez family friendly content? Nem. 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 Ha el tudod képzelni a family friendly-nek az ellentétét, ez az. Ők szexuális tartalom nincs benne. A bilincs ellenére. A cigi ellenére. Oké, okay. You know the drill. You know the drill. 2 blank, 1 éles. Egyszerűen nem lehet máshogy kezdeni. Ránézni nem mertem, de máshogy kezdeni nem lehetett. Ez a játék hogyan talált meg? Short content formájában talált meg ez a videójáték engem.
Summer over the rainbow, way up high. A fürdőszobában hamarabb hallom Viktort, mint a saját fülesemből. Na, srácok, ennél több bizonyíték nem kell, hogy igazából a flowék elraboltak és a fürdőszobában tartanak fogva. Kérlek, küldjetek segítséget. Please. Minden penészes. Jól emlékszem, hogy ez jön. Jól. Nem is penészes minden hét. Nem a penésszel küzdötök? Ó, 4-4. Megkérnéd Flót, hogy csináljon nekem egy csípős marhász meglevest? És nekem is? Nekem is? Kukucs? A fürdőben lakónak nem jár leves. Elrabolnak és még csak nem is etel. Ja nem, ez Kati írta, nem Flo. Összenez azért, mert ugyanazzal a színnel ír Kati, Flo és Seti. Ami nyilvánvalóan értitek, egyik sem aktív csetelő, szóval... Oké, Seti mostanában nem. I don't like you. Besebződni kellett volna. Nem számoltam megint a lőszereket. De egyébként szemben láthatóan sokkal jobban megy, ha megpróbálom nem számolni. Azt ezt miért csináltad? Elvette az életem a Genshin, sorry. Még mindig azt vereted? Mennyi content van abban a videójátékban? Az eddigi összes kockáztatásom az teljesen feleslegessé vált. Visszasörözte az, visszacigizte az egészet. Au. Na haver, arra gondoltam, hogy ezt nem csináljuk. Take that. Mutatom, mit nem csinálunk. Azt csinálhatod. Nem is kellek ez a játékhoz. Le vagyok ide bilincselve, és csak történnek az események, és egyébként egész jól haladok. Ti emlékeztek, hogy milyen lőszerek? Ne írjátok meg. Ez költői kérdés, ne írjátok meg. Egy dolgot tudunk csinálni. Nem használom nagyon hatékonyan ezeket a fűrészeket. Nem használom nagyon hatékonyan ezeket a fűrészeket. Na, ezt például számoltam volna, ezt tudtam volna. Nagyítót adjál, fiam! Mi ez a Sex Dungeon? Kinek kell ennyi birincs? Nála is van egy halom birincs. Nálam is 3-2. 3-2. 3-2. 3-2. Come on, boy! Ezt tedd föl. Nagyon sok van belőle. Oké, okay, semmi baj. Rángassad azt még nyugodtan tovább. Én arra gondoltam, hogy inkább sörözök egyet. Akkor 3-2 helyett most már 3-1. Az esélyek a mi oldalunkon vannak. Az esélyek a mi oldalunkon voltak. Ja, ennél a streamnél azért felvetődik a kérdés, hogy hány shortot szabad vágni egy streamből. Na, azt a... Na, azt hagyd abba. Egyezzünk meg abba, hogy ezt nem csinálod tovább. 3-2... helyett volt 2-2-2-2-2-3-1 helyett 2-1 helyett 1-1.
Szerintem ez most 1-1. Technikailag volt erre esély. Sorban a legjobb, a spam a legjobb taktika, nem? De... És akkor itt most a kör vége jön, ugye? Az jó, mert akkor kipakolhatom a többi bilincset. Ó, egy nagyító. Oké, 4-2. Tű, a 4-2 az, az vad. Lehet, hogy adnunk kéne magunknak egy esélyt ezzel. Lehet, hogy ez így túl bátor, de lehet, hogy adnunk kéne magunknak egy esélyt ezzel. Három, kettő. Máté, nem ugyanazokban a dungeonökben járunk. 3-2. Ez pure luck. Az a helyzet, srácok, hogy ez messze pure luck. Are you ready? Yes! Nem... Ez pure luck volt, ami most itt történt. Úgyhogy ezt így szépíteni is felesleges. Még csak skilleket sem használtam, értitek? Eszközöket sem használtam. Tehát ilyenkor már nem számít a cigi haver. Tudtál róla? Oké, szerintem elfogyott az összes éles lőszer. A szerencse jobban megy, mint a valószínűség számítás. Tényleg ez történik egyébként. Szerintem elfogyott az összes éles lőszer. Nem vagyok benne 100%-ig biztos, de szerintem elfogyott az összes éles lőszer. Szerintem tévedtem. De hát ki nem tévedett. Még életében. Ennek olyan volt értelme? Még egy nagyító. Még egy nagyító. Fűrész. Bilincs. Hú, ekkora parti lesz. 4-4. Haver. 4-4. És csak egyetlen egyszer. Csak egyetlen egyszer kell eltalálnom. Mi az Isten ez a játék? Szenifóna. Ez egy ilyen videójáték, amit így lehet játszani, és arra gondoltam, hogy ez egy ilyen... Ez egy olyan játék, ami így írik a családbarát content tematikánkba. Általában. Nagy részébe. Szóval gondoltam, mi lenne, ha megnéznénk. Haver, meghaltál. Jön a pénz! Szerencse kell hozzá, vagy matek? Szóval nagyon jól megy Viktornak. Szerintem nem megy rosszul. Jobban megy, mint a Tarkov. What? Egy Tarkov istennel beszélget! A loot istenével, vagy a csigaháztáska istenével, a csigaháztáska istenével, de nem ez a lényeg, egy Tarkov istennel.
A Viktor streameli, ajánlja, otthoni családi szórakozás jelent esős hétvégékre. Igen, az esős hétvégére. Igekre, az összesre. Oké, szóval az van, hogyha váltani akarunk, akkor lassan váltanunk kéne. Váltani akarunk, ugye? Mert minthogy... Hogy így, amúgy váltani akarunk, nem akarunk ebben még egy kört játszani. Hát ugyanaz történne benne, mint az eddigi körökben. Oké, ez egy szent pillanat arra, hogy egy szavazást indítsunk ebben a témában. Leváltjuk Viktort? Melyiket? Az meg van, hogy Szeti megérkezett, és 3,5 másodpercen belül már le akarta váltani Viktort. Oké. Van volt per IP address. Advanced settings. Oké, hagyja békén. Oké, egy pár percig szavazgatunk, srácok. Ezt a másik gépen kellett volna csinálnom, ugye? Ezt a másik gépen kellett volna csinálnom. Oké, akkor... YouTube-on ki van a link, ahol lehet szavazni, és... Twitch-en is kint lesz mindjárt a link. Twitch-en is kint van a link, ami lehet szavazni, és a Restream bot is meghozta. Ez a fentről lefele chat? Ja, igen, kiégett, de semmi baj, Pepe előbb-utóbb meg fogom javítani a kamerát. Hogy a kettő között mi a kapcsolat? Gyöngyi, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 47 hónapot. Mire váltunk, ha váltunk? Nem tudom, az egy külön szavazásnak kéne, hogy legyen. Azt hiszem váltunk, srácok. Ja, valószínűleg Minecraftra váltunk egyébként, bár csinálunk arra egy másik szavazást. Mire váltunk, akár is tudhatnám írni, csicskák. Oké, a csicskákat nem írod a végére, mert még a végén kiderül, hogy... Mert mint hogy Minecraft Medieval Dynasty, nyilván a legjobban leírható nevet választottam. Mik még az opciónk? Lethal Company? Ne, az emberek kellenek. Utálom, hogy nem tudok Wolf után szavazni, mert egy neten vagyunk. Nem kellett volna neki főzni levest. Inkább oda kellett volna nekem adni. Csak mondom. A No Tarkov projekt zomboid! Zomboidra kevés az idő? Nem. Project zomboid. Livi, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 44 hónapot, nagyon-nagyon király vagy Cities. Annóban most nem, az most multiplayer, Cities, Skylines 2. Srácok, olyan választási hottube stream, és csak így átfordítanám a kamerát, és kiderülne, hogy egyébként ott van, srácok, egy jacuzzi. Egy kis lol, Fortnite, lol. Szia Kiki the Killer-kát! Tipcsik össze szépen a csírt! Nagyon kire vagy Timberborn. Nem van a Timberborn? Only up! Yes. Mi volt annak a kalapácsos verziója? Amit hiszenetesen régen játszott mindenki. Swine!
Belejöttünk, mehet a slot. A getting over it, ez nekem megvan? Meg. Why would you do that? Ez az este úgyis lefőtt. Why would anybody want that? Régi stream visszanéző, első időben streamet elkapó, most kezdődött? Nem, csak az emberek megunták azt, amit játszottunk. Pedig egyébként fejbe lőttük vele magunkat sokszor. Na jó van, srácok, ennyi az opció, és ezen én nem szavazok, mert én nekem teljesen oké, bármelyik is. Döntsön a nép! Tessék, ott van a YouTube-on a szavazási lehetőség, tessék, ott van Twitch-en a szavazási lehetőség, mindjárt megérkezik mindenhova a másik verzió is. Boom! De hát, ha nincsen a buma. Space Engineers alagútfúrás. Kaptam szavazati jogot! Hol fajul ez a világ? Már a nők is szavazhatnak, azért ez tényleg a legalja mindennek. Mert mint hogy azt akartam mondani, hogy... Ó, tényleg? Oké, meddig szavazunk? 40... is... De miért a getting over it elnyerésre, srácok? Benne van a Minecraft! Meg a Medieval Dynasty! Ötször 20%? Egyébként elég kiegyensúlyozott a szavazás. Miért van az az érzésem, hogy ti nem velem vagytok? Ne sírj, azt mondtad mindegy. Egyébként igaz. Egyébként sajnos ez igaz.